Többek között 1942-44 közötti újságokkal, 1871-72-es gimnáziumi értékeléssel, latin nyelvű irattal és karikatúra negatívval is bővül a Kálai gyűjtemény. A Kálai család leszármazottai csütörtökön adták át a relikviákat. A Kálai család még élő leszármazottai folyamatosan ellátnak bennünket, mert mindig, ha érkeznek, nem jönnek üres kézzel. Ez most is így fog történni, hiszen Kálai Helén, illetve Kálai Kristóf is a sajtótájékoztató keretén belül fogják átadni azokat a dokumentumokat, amelyeket listán most nem tudnék felsorolni, de többek között benne van Kálai Tibor pénzügyminiszteri megbízása is, ez a dokumentum is. Úgyhogy mindig gyarapszik a gyűjteményünk, és egyre több lehetőségünk van arra, időszaki kiállításokon belül is bemutassuk ezeket az új relikviákat. A korabeli iratok közül kiemelkedik Bethlen István miniszterelnök pénzügyminiszteri felkéréséről szóló levele, melyet Kálai Tibor államtitkárnak címzett. Az 1921-es dokumentumot Kálai Kristóf és húga aukción szerezték. Úgy gondoljuk, hogy vannak személyes kötődésű tárgyak, dokumentumok, amiket időnként megszerzünk, azokat az ember megtartja és otthon a lakásban nézeget, és vannak olyanok, amelyek inkább közkincsnek valók, és ide a gyűjteménybe való elhelyezésüket láttuk elsősorban helyesnek. Ezek közé tartozik az a irat, amit Bethlen István miniszterelnökként írt Kálai Tibornak, aki akkor a pénzügyi államtitkár volt. Arról értesítette, hogy Horthy Miklós kormányzór aláírta a miniszteri kinevezését, és akkor kéri, hogy akkor jól működjenek együtt. Ez a dokumentum és a birtokunkba jutott, és ezt most hoztuk el ide. De szerepel itt több olyan irat, amelyek vagy Kálai Tibornak írtak, vagy pedig Kálai Miklós néhai miniszterelnök úr írt, de hoztam egy pár olyan újságot is, amit ugye a 42-44-es időszakban akkori kálai kormánya kapcsolatos fotókat is tartalmaz. Nyíregyháza újratelepítésének idén lesz a 271. évfordulója. Ez alkalomból május 10-én 11 órakor várostörténeti kiállítás nyílik, melyet június 7-ig, 2-től vasárnapig tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállításnak az alapját dr. Jakó János gyűjteménye képezi, hatalmas gyűjteménnyel rendelkezik, és ezekből válogattunk különböző tárgyakat. Képeslapok lesznek kiállítva, ezek Nyíregyházát ábrázolják, illetve különböző iparművészeti tárgyak, csészék, üvegtárgyak, és még egyéb meglepetések is. Ezt követően a Kossuth Bankótól a Forintig címmel terveznek időszaki kiállítást megnyitni június 14-én. A pénztörténeti kiállításon 100 év fizetőeszköze és egy-két aranypénz is látható majd. Ez a kiállítás lényegében a múzeumok éjszakájának a fő profiljához fog majd igazodni, hiszen azért is esett a választásunk a pénztörténetre, mert a Magyar Nemzeti Bank idén májusban 100 éve, hogy megszületett, és ennek a banknak a megalapításánál oroszlánrészt vállalt Kálai Tibor a Bethlen kormány pénzügyminisztere, aki az egyik legizgalmasabb időszakban volt pénzügyminiszter, a monarchia felbomlását követő időszakban és tulajdonképpen a bank megszületés előtti időszak az ő regnálása alatt működött, és többek között olyan bankjegyeket is láthatunk majd a kiállításon, amelyen az ő aláírása is olvasható, hiszen a pénzügyminisztersége idején jelent meg az 1923-as koronabankjegy sor, amelyet neki köszönhetünk, illetve 100 év fizetőeszközeit tekinthetjük majd meg ebben a tárlatban, és nem elsősorban a bank születésétől számított 100 évben, hanem a Kossuth Bankó 1848-as megszületése is. Tulajdonképpen a modern forint bankjegyek 1946-47-es sorozataival bezárólag minden érmét bankjegyet igyekszünk majd bemutatni a látogatók számára. Bár idén május 26-ára esik a gyermeknap, a Kálai gyűjteményben már május 21 és 24 között különböző foglalkozásokat szerveznek az ovis és kisiskolás csoportoknak. Ezekben különböző logikai és ügyességi feladatokat lehet majd megoldani, valamint meglepetés vendéggel is készülnek.